Ez a tájékoztató olvasható a Bonyhádi Fájé lakótelepen található posta hivatal ajtaján. Nem csak ezt, hanem a majosi hivatalt is bezárta az üzemeltető, azzal az indokkal, hogy a megemelkedett energiaárak mellett csak egyetlen postát tudnak működtetni a városban. Filoni Ferenci a polgármester azonnal tárgyalásokat kezdett a helyzet megoldása érdekében. Azt a, a tájékoztatást kaptam, amit írásban is kértem, hogy a Magyar Posta egyetlen egy posta visszanyitását engedélyezi és vállalja. A felmerülő üzemeltetési költségeknek a felét kell vállalnia az önkormányzatoknak, aki szeretné újra nyitni a postáját, így a Bonyádváros önkormányzatának is. Tehát itt konkrétan nem a rezsi költségekről beszélünk, és azoknak a feléről, hanem valamennyi az üzemeltetéshez szükséges költség feléről. Rendkívüli testületi ülés döntött arról, hogy az önkormányzat felvállalja a költségeket a postafiók megnyitása érdekében. Éves szinten 18,7 millió forint plusz áfa, ami meghaladja 23,5 millió forintot. Idebe bele kell érteni béreket, pénzszállítási díjakat és minden mást a rezsiköltségeken felül. A testület úgy döntött, hogy Bonyhádváros saját költségvetéséből finanszírozza az újrennyitást és a működést a következő 18 hónapra. Kísérletet tettek annak érdekében is, hogy felvállalva a költségeket, a majosi hivatalt is kinyitassák, ám ezelől a tulajdonos elzárkózott. A döntés hatására január 2-án ismét fogadja majd az ügyfeleket a fáj lakótelepen üzemelő pósta hivatal.